Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Sziasztok! Sokáig úgy gondoltam, hogy nem akarok koronavírus témában videót csinálni, mert hogy úgyis mindenhonnan ez jön, mindenhol csak ezt látni és ezt olvasni, és inkább csinálok olyan videót, ami egy kicsit kiszakít ebből a szomorú valóságból titeket, de közben meg mégis lett egy pár olyan gondolatom, ami miatt meg hát most mégis úgy döntöttem, hogy erről fogok videót csinálni. A fő motivációm egyébként az hosszú távon a gyermekem, rövid távon pedig az édesapám védelme. Alapvetően egyáltalán nem vagyok spirituális ember, de közben meg mégiscsak hiszek a természetben és a természet erejében, és abban, hogy napvégén úgyis az lesz, amit ő akar. És azt gondolom, hogy ez, ami most történik, ez egyáltalán nem véletlen. Erről tehetünk, és ez egy figyelmeztetés nekünk, hogy valamit nagyon másképpen kellene csinálni. Félre ne értsetek, nekünk is ez egy nagyon nehéz helyzet, családilag, anyagilag is, és nagyon sok szempontból, úgyhogy itt nem arról van szó, hogy én most ebben duskálok, hogy ez mennyire jó, hogy most akkor jó nagy pofonokat kaptunk, és akkor most jól megtanuljuk. Nekünk is nagyon nehéz, de mégiscsak próbálom egy kicsit azt az oldalát megfogni, ami az én világomhoz közelebb áll, és amiről szeretném, hogyha ez a csatorna többek között szólna, és az ez, hogy hogyan figyeljünk oda magunkra, és a közvetlen és a közvetett környezetünkre. Van egy elég erős klímaszorongásom, és hát ennek a videónak az a célja, hogy nektek is legyen. Nagyon nem, de mégiscsak azt gondolom, hogy ezt a két dolgot, ezt érdemes összevezetni, a koronavírust és azt, hogy milyen szinten zsigereljük ki a földet és a természetet, és mennyire érezzük ezt a hübriszt magunkban, ami itt szerintem egyáltalán nem kellene. Ugye az egész környezetvédelemért folytatott küzdelemben ez a legnehezebb, hogy hát egy műanyag zacskó nem csinál nyarat. És most mégis láthatjuk, hogy ha nagyon sokan nem csinálunk dolgokat, akkor az mekkora hatással lehet a környezetünkre. És biztosan nektek is van egy ilyen kettősség, amikor azt olvassátok, hogy mondjuk kitisztult az ég Kína felett, meg hogy most, hogy már ott leülőben van a járvány, most meg már megint áll a szmog mindenhol. Most nekem van egy ilyen újfajta szorongásom, amikor azt látom, hogy csillan egy kis remény, hogy talán mégiscsak még van remény, hogy még egyszer talán majd történhet olyan, amitől majd egy kicsit jobb lesz. És aztán persze hirtelen ez újra elszáll. Tök jó lenne, hogyha bizonyos dolgokat tényleg most esetleg elkezdenénk megváltoztatni, amit utána fent tudunk tartani, hogyha visszatérünk a normális kerékvágásba. De mielőtt ebbe fejest ugranánk, elmondanék egy pár dolgot, amivel szerintem a saját lelki egészségünkért tehetünk így a kijárási korlátozás ideje alatt. Legyünk napra készek, olvassuk a híreket, és legyünk tisztában azzal, hogy mit kell nekünk tenni az ügy érdekében, viszont ne töltsünk el egész napokat azzal, hogy bújjuk a híreket, mert ez iszonyatosan rossz hatással van az ember lelki állapotára, én is érzem magamon, és ettől próbálom egy picit távol tartani magam, és titeket is erre buzdítanálak. És ami még a saját lelki egyensúlyunkat segítheti, kevésbé a környezetét, de mégis szerintem nagyon fontos, az az, hogy mozduljunk meg, mozogjunk akkor is, hogyha otthon kell lennünk. Nagyon sokan tesznek ingyenessé olyan videókat, amik máskor mondjuk fizetősek, vagy amit külön csak azért csinálnak, mert most mondjuk nem edzőteremben tartanak edzést, hanem online, vagy például van a Gyerünk Anyukám program, amit én is csinálok, és ott is van egy ingyenes csomag, amit ingyenesen kosárba tudtok tenni, és kvázi meg tudtok venni, és ebben vannak gyerekeknek való dolgok, vannak kőkemény edzések, vannak ilyen pilates, jóga jellegű, na mintha az nem lenne kőkemény, de hogy egy picit ilyen befelé fordulós tornák is. Ezeket nagyon ajánlom, mert szerintem ez... Szóval nem tudjuk, hogy meddig fog ez az egész tartani, és nyilván, ha otthon vagyunk, és otthon ülünk egész nap, akkor hát mit csinálunk? Eszünk. És valahogy hosszú távon meg azt gondolom, hogy ez mentálisan iszonyatosan rossz hatással van az emberre, ami pedig még ugye egy ilyen kézenfekvő tevékenység a kijárási tilalom ideje alatt, az a takarítás és a rendszerezés.
Ez például azért is nagyon jó lehet, mert ugye manapság már elég könnyen el lehet adni, illetve vásárolni dolgokat. Például a Marketplace-en, ami az én kedvenc helyem az internetben. És akkor hát itt jön a csavar a dologban. Én, aki imádok adni és eladni és vásárolni használt dolgokat, most mégis arra buzdítanálak titeket, hogyha egy mód van rá, akkor rendszerezzetek mindent, amit el szeretnétek adni, de ha lehet, akkor ezeket nem most adjátok el, ugyanis ezzel is csak a vírus terjedését fokozhatjuk. Például akár azzal, hogy a postára visszük, akár azzal, hogy sok embernek sokkal több munkát adunk ezáltal, akár azzal, hogy Foxpost pontokra járunk, vagy ugye személyesen találkozunk emberekkel, ez most nem ajánlatos. Úgyhogy ha megoldható, akkor tök jó lenne ezeket a dolgokat egy kicsit későbbre tolni. Ugyanakkor nagyon buzdítanálak arra titeket, hogy próbáljátok meg ezzel a szemmel is átnézni a lakást, hogy mi az, ami nektek már nem kell, de esetleg eladható. Ugyanezen az elven tök jó lenne, hogyha nem kezdene mindenki vad online vásárlásba. Én is érzem magamban a készletést, és látom is a környezetemben azt, hogy ugye most nem lehet sehova menni, és akkor hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy mindig vásárolunk és jutalmazzuk magunkat, és tök nagy szükségünk van egy csomó mindenre, amire persze valójában nincs. Tényleg elhiszem, hogy vannak dolgok, amik kellenek, és amik nem oldhatók meg másképp. Nem arról beszélek, hogy teljesen hagyjunk fel ezzel a dologgal. Nyilván ez sem életszerű, az élet ilyen szempontból megy tovább, hogy sajnos bizonyos dolgokra szükségünk van, ami nincsen otthon. De amit csak ilyen kedvtelésből, vagy mert most hú, pont akciós, azokat, ha lehet, akkor most ne vegyük meg. Egyébként, ha lehet, máskor se vegyük meg, de most aztán tök jó lenne pláne kerülni az ilyen dolgokat. Arról nem beszélve, hogy lehet, hogy per pillanat ez az egész anyagi válság mondjuk titeket nem érint, személyesen még, de ez sajnos egyre-egyre több ágazatot fog érinteni, úgyhogy azért érdemes nem most elkezdeni pénzt szórni mindenre. Még egy ilyen anyagi természetű dolog, ami a környezetünkre is komoly hatással van, az ugye az ételpazarlás. Nyilván most mindenki több alapanyagot vásárol boltban, kevesebb lehetőségünk van étteremből enni, étteremben enni ugye egyáltalán nincs most már. És nyilván nehéz ez a helyzet, főleg nehéz annak, aki mondjuk nem szokott főzni, de tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen második csekk, amikor az ember lecsekkolja, hogy miket akart venni, és miket vett, hogy vajon erre tényleg szükség van-e, vajon ebből tényleg fog-e étel készülni. A másik az, hogy ugye mennyiségben is próbáljunk meg azért valamennyire észnél maradni, hiába nehezebb most boltba járni, és az ember tényleg próbál feltankolni dolgokból annyit, hogy minél ritkábban kelljen járni, ez teljesen érthető, de irreális mennyiségeket főzni mondjuk egy ételből tök fölösleges, hogyha utána a kukába landol. Ez is egy olyan dolog, amit tök jó lenne, hogyha így hosszú távon is átültetnénk a mindennapjainkba, hogy ezt a fajta pazarló életmódot, ezt egy kicsit visszavegyük és visszaszorítsuk. Van egy ilyen mém a neten, hogy egy csávó Kínában denevért evett, és ettől én elvesztettem a munkámat. És ez egy kicsit az a kategória, hogy értem én a viccet, csak nem szeretem. Mert hogy ebben van igazság. És ez tök jó lenne, hogyha nem arra éleznénk ki, hogy valakit vagy valakiket hibáztatunk emiatt az egész miatt, hanem hogyha egy picit hátralépnénk és megnéznénk azt, hogy ténylegesen hogyan függnek össze dolgok egymással, hogy minden, amit teszünk, amit veszünk, amit eszünk, az hatással van a közvetlen környezetünkre, és hatással van a természetre, és hatással van más emberekre is. Hogy az, hogy például veszünk AliExpressről egy pöcköt, mert 5 dollárba kerül, szállítási költséggel együtt, az valójában mit jelent, és milyen hatással van ránk, és milyen hatással van a környezetünkre, és hogy ezért kinek milyen körülmények között kell megdolgoznia, hogy ez mekkora utat tesz meg, hogy ennek mekkora az ökolábnyoma. Ezeken tényleg nagyon sok múlik, és nem azt mondom, hogy soha semmit sehonnan ne vegyünk. Én magam is van, hogy AliExpressről is veszek valamit, amikor tényleg azt látom, hogy pontosan ugyanazt kapni itthon, pontosan ugyanazt az utat járja be, csak mondjuk többet magával, ami már mondjuk egyel szerencsésebb, de sok-sok 10 000 forinttal fizessek többet
ugyanazért a dologért, az tényleg nevetséges, és hogyha ténylegesen szükségem van arra az adott dologra, akkor ilyen módon megveszem. De régen én is sportot üztem abból, hogy pici, apró hülyeségeket rendelgettem, műanyag darabokat a világ másik feléről, tök fölöslegesen, amiket soha nem használtam utána, de hát végül is tök mindegy, mert nem olyan nagy baj, mert csak ennyibe került, és akkor maximum majd nem használom, de hogy nem. Kezdjük már el mérlegelni azt, hogy mi az, ami ebből a szempontból megéri. És nem csak az anyagi részét nézni a dolognak, hanem azt, hogy ez összességében kikre milyen hatással van, és hogy ilyen szempontból megéri-e megvenni azt a műanyag darabot a világ másik feléről. Ez az egyik része a dolognak, ugyanígy az, hogy hogyan étkezünk, hogy pazarlunk-e, hogy sok dolgot vásárolunk-e, túl sok dolgot, hogy mennyit dobálunk ki, hogy mennyi húst eszünk. Ezek mind-mind hatással vannak a környezetünkre, a globális felmelegedésre, és ezek mind olyan dolgok, amik után egy ponton azt mondja a Földünk, hogy hát köszi, eddig és nem tovább. Amiről még mindenképpen szeretnék beszélni, az, hogy hogyan állunk az idősekhez ebben az egész kialakult helyzetben. Tudom, hogy van egy olyan nézet, hogy hát ez az egész miattuk van, mert hát ránk ez igazából nem is veszélyes, vagy ki tudja, és most miért van ez az egész felhajtás, és hogy lehet az egész gazdaságot csődbe vinni, és arról nem is beszélve, hogy őket meg az egész nem is érdekli, és kint lófrálnak az utcán, és ennyi nincs bennük, hogy akkor legalább otthon maradnának. Született erről szerintem egy elég jó index cikk, és majd beteszem a leírásba, de azért el is mondom egy pár mondatban. Egyrészt ők nagyon sok mindent megéltek már, és nagyon másképp tekintenek erre az egész dologra emiatt, mert millió olyan dolgon keresztül mentek már az életükbe, amikről mi csak történelem órán hallottunk. És a másik, amit szerintem még ennél is fontosabb megérteni, az, hogy az idős emberek mentális és fizikai frissességének elengedhetetlen része, hogy mennek, hogy emberekkel találkoznak, hogy a patikussal elbeszélgetnek arról, hogy jaj, már megint drágább lett valami, hogy elmennek a boltba kenyérért, hogy kapnak esetleg egy mosolyt valakitől, mert egyszerűen a négy fal között egyedül, már pedig nagyon sok idős él egyedül, csak megbolondulni lehet. Én végignéztem a nagymamámnál, ahogyan egyik pillanatról a másikra leépült azután, hogy nagypapám meghalt. Először mentálisan, aztán természetesen fizikailag is, ugye már nem volt úgy kedve főzni magára, már nem volt kihez beszélni, elkezdett magában beszélni, és ezek a dolgok generálják magukat, és utána nagyon-nagyon nehéz ezt már visszafordítani. Úgyhogy értsük meg egy picit azt, amikor időseket látunk az utcán, hogy nem jó, nem szerencsés, és tényleg nekik otthon kellene lenniük a saját érdekükben, de egyszerűen van ez az indítatás, ami valahol megérthető, és próbáljunk meg egy kicsit nagyobb szeretettel fordulni feléjük, és az utolsó dolog, amire szükségük van, az, hogy csúnyán beszélnek velük, oda böfögjenek az emberek az utcán. Ugyanúgy, ahogy a saját idős családtagjainkat is féltjük, óvjuk és szeretjük, és megpróbáljuk őket otthon tartani. Próbáljunk meg azzal a szeretettel, vagy hasonlóval fordulni ezekhez az idős emberekhez is. Tök jó lenne, hogyha ezt úgy nagyba is átültetnénk, és amikor a hétköznapokban idős embereket látunk a tömött buszon, és azt érezzük, hogy hát basszus, miért most megy, amikor mindenki most megy, és ne ő meg mehetne bármikor, és hát nem igaz. Tudom, én is szoktam ilyet érezni, és próbálom magamat is ilyenkor arra trenírozni, és szeretném ezt az üzenetet egy kicsit nektek is így hangsúlyozni, hogy legyen bennünk empátia, és ők nem csak nyanyák meg taták, hanem valakinek a szerencsés esetben, valakinek a szerettei. Oké. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz ez egy összeszedett videó, de ezt szerettem volna veletek megosztani így koronavírus versus tudatos életmód témakörben. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és nagyon-nagyon-nagyon érdekel, hogy nektek milyen változást hozott, hoz-e valamilyen változást a gondolkodásmódotokban ez az egész helyzet, úgyhogy légy írjátok meg kommentben, és hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, kövessetek be, és jövök még sok ilyen, ehhez hasonló és ehhez nem hasonló témákkal is. Sziasztok! Énekeljük el azt, hogy vége, nem járunk ki többet rétre,
Nem úszunk többet a strandon, és nem borozunk már többet a Gangon. Köszi 2020, sziasztok!